שלום, אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם, עמוד 400. Hello, mi bal a szulám írásaiból olvasunk, mondják, hogy hanyadik oldalon van. A Kabbala kezdőknek könyvben is benne van, tehát beszéd a Zohár bevezetéséhez, kérdéseket kérdezhetünk a lecke során. Tehát beszéd a Zohár befejezéséhez. Raf, a bölcsesség, a Kabbala bölcsessége, azokra a változásokról beszél, amelyeken keresztül kell mennünk. Mi hozzászoktunk, hogy a környezetet akarjuk megváltoztatni, amikor az egónkból cselekszünk, a világot akarjuk megváltoztatni, hogy magunkon kívül befolyásoljuk a dolgokat, hogy megváltoztassuk a környezetet, hogy barátságosabbak legyünk, jobbak legyünk, hogy minden kényelmesebb legyen számunkra, és a Kabbala bölcsessége az elmagyarázza számunkra, hogy előbb-utóbb ez nem segít, hanem épp ellenkezőleg. Minél inkább megpróbáljuk megváltoztatni a környezetet, az egyre inkább, mint egy bumerang, visszajön hozzánk egy negatív erővel, és mi szenvedünk ennek eredményeképpen. És mi újra és újra próbáljuk, megpróbáljuk megváltoztatni a világot jobbá, és újra az visszatér hozzánk egy negatív módon. Tehát előbb-utóbb, rengeteg hasonló kísérlet után, 10, 20, 100 ezer évnyi kísérletezés után, amit a történelem során az emberiség csinált, elértünk egy állapotot, ahol elkezdünk kétségbeesni. Kétségbe esünk, és ezt az állapotot hívjuk úgy, hogy az a generáció, mely érdemes a korrekcióra. Ez a mi generációnk, tehát miért vagyunk érdemesek a korrekcióra? Azért, mert mi egy olyan állapotban vagyunk, ahol már látjuk, hogy az egónk, ami természetes, ösztönös attitűdünk, hogy a világot akarjuk korrigálni, az világot akarjuk megváltoztatni, másokat akarunk korrigálni, a társadalmat, a természetet, akarjuk megváltoztatni. Az összes erőfeszítésünk után látjuk, hogy mindez csak problémákat okoz. És akkor ebből a kétségbeesésből kiindulva az emberek fokozatosan felébrednek, keresik a különböző tanácsokat, kábítószert, depressziót találnak, és így tovább, és így tovább. De bárhogy is tekintjük, az emberiség az végre elkezdi elképzelni, hogy hogyan kell valóban léteznünk ebben a világban, hogyha mindaz, amit teszünk a saját természetükön keresztül, hogy a környezetet, a világot akarjuk korrigálni, megváltoztatni, ez csak kudarcra vezet, ez nem érhet el semmi sikert. Úgyhogy feladjuk, hiszen nincs mit tennünk. Lassan elkezdjük feladni, nincs mit tennünk. És akkor eljött az idő a Kabbala felfedésére, ahogy ezt a Balaszulam írja, ez a mi generációnkban történik meg, és ez elkezd a Kabbala felfedődni, megjelenni, hiszen kifejezetten azért, mert az emberiség az elkezd kétségbe esni az evolúció hosszú évei után, amin keresztül ment, és a Kabbala bölcselete azt mondja nekünk, hogy az embert magát kell korrigálni, csak az embert kell korrigálni, csak az ember attitűdjét kell korrigálni, hogy a környezetéhez fordul, tehát amikor a mértékben a személy is magát változtatja meg, akkor látja, hogy az egész világ jó, és már korrigált. És ez a csoda, ez a hatalmas csoda, mert eddig korábban erről nem gondoltunk, mivel mi állandóan az egónkon keresztül tekintettük, de hogyha mi elkezdjük felhasználni ezt a különleges erőt, amelyet a Tóra hoz nekünk, a reformáló fényt, akkor egy csoda történhet, és mi magunk elkezdünk megváltozni, és akkor ezek a változások, amelyeken mi magunk keresztül megyünk, ezek a változások elkezdjük ezeket érezni, a valóság érzékelésünk megváltozik. Az emberiség fokozatosan belép ebbe. Korábban csak egy pár kiválasztott ember volt erre képes, most már egy pár ezren, és mi haladunk előre ebbe az irányba. Természetesen még ezen az úton is lesznek emelkedéseink, zuhanásaink, minőségileg, mennyiségileg,
ahogy haladunk előre, de az alapvető különbség a mi generációnk és az előző generációk között a több ezer évnyi evolúcióhoz képest, hogy korábban mi az egónk alapján fejlődtünk, mi meg akartuk változtatni a világot, mi a világot akartuk korrigálni, és most már van egy csoport a világban, létezik egy csoport a világban, amely megérti, hogy saját magát kell korrigálnia. Az emberiséget kell, az emberek közötti kapcsolatot kell megváltoztatni, hogy ez a lényeg. A Kabbala bölcselete csak is erről beszél, és kifejezetten a Zohar könyve az, amely egyrésztről beszél a személy egyéni munkáról, másrészt pedig befolyásolja a személyt ezzel a rejtett erővel, a rejtett korrigált erővel. Ezért nevezzük ezt a Zohárnak, hiszen ez rendelkezik ezzel a különleges, erőteljes erővel, meg képes befolyásolni minket, képes korrigálni a természetünket. Ennél fogva, ez az oka annak, hogy Bala Szülem hatalmas időt dedikálta a Zohárra, a Szülem kommentár a Zohárból, és amikor befejezte a Szülem kommentárt, akkor egy hatalmas ünnepi lakomát tartott a Meron hegyen. És ezen étkezés során egy beszédet mondott, és a tanítványai leírták ezt a beszédet, és később ezt egy cikké rendezték, ez a beszéd a Zohár befejezéséhez. Tehát nézzük, hogy mit is akar nekünk mondani Bala Szülánk, hogy megemlékezzen erről a különleges napról, amikor a Zohárt befejezte, a Szülám kommentát befejezte. Tehát még egyszer mondjuk, hogy hol vagyunk, beszéd a Zohár befejezéshez. Az jól ismert, hogy a Tóra és a Mitzvot munkának a célja az, hogy a Teremtőhöz olvadjunk, ahogy az írva van, és hogy hozzáolvadjunk, hogy elérjük a vele való összeolvadást. Meg kell értsük azt, hogy mi mit is jelent a Teremtővel való összeolvadás, hiszen végül is a gondolatnak semmi érzékelése nincs a Teremtő eszenciával kapcsolatban, és valóban a bölcseink ezt már korábban megbeszélték, amikor azt a verset kérdezik, hogy mit jelent az, hogy hozzá tapadni. Tehát hogyan képes valaki a Teremtőhöz tapadni, hiszen ő egy mindent elpusztító tűz. És ők azt mondták, hogy az ő tulajdonságaihoz kell tapadni, mivel ő kegyelmes, nekünk is kegyelmesnek kell lennünk, és mivel ő együttérző, nekünk is együttérzővé kell válnunk. Ez nagyon zavaró. Hogyan mondhatták a bölcseink azt, hogy eltértek az eredendő szövegtől, amikor ott kifejezetten az van írva, hogy hozzá kell tapadni, és nem a tulajdonságaihoz, akkor a hozzá való tapadásnak a jelentése az vajon a tulajdonságait jelenti? Hiszen akkor azt kellett volna írni a szövegben is, hogy az ő tulajdonságait kell tapadni. Akkor miért azt írják, hogy hozzá kell tapadni? Raf. Azaz, a teremtés célja az, hogy a teremtmények felemelkedjenek a magasságra, az intenzitásra, a teremtő tulajdonságaira. És akkor képesek leszünk elérni ugyanazt a helyet, ugyanazt az állapotot, ugyanazt a magasságot, az örökkévalóságot, a tökéletességet, mint a felső erő. És hogyan lehetünk erre képesek? Csak a forma azonosságon keresztül. A forma azonosság azt jelenti, hogy mint ahogy a teremtő tulajdonságai, nekünk ugyanazokat a tulajdonságokat kell megszereznünk. Hogyan? Erről írva van, hogy a teremtő megteremtett minket kezdettől fogva, hogy hasonlóvá váljunk hozzá. És akkor összetörte ezt a formát, hogy mi ellentétessé váljunk hozzá képest, és hogy mi a saját munkánkon keresztül, a saját vizsgálatunkon kívül
elérjük egy ilyen állapotot, ahol követeljük a vizsgálatot, a formaazonosságot, különböző korrekciókat, ameddig el nem érjük a teljes formaazonosságot vele, az ő szintjét, az ő tulajdonságait. Azaz, ami megjelenik bennünk most, az az ellentétes tulajdonságokat teremtőhöz képest, amit nekünk át kell fordítanunk, úgymond, hogy ezek a tulajdonságok hasonlóvá váljanak a teremtőhöz. Ez az egész munkánk. Mi most a mások gyűlöletében létezünk, és nekünk el kell érjük a mások szeretetét. És olvasunk tovább. És a lényeg az, hogy a korporalitásban, ami helyet foglal, mi megértjük, hogy a devekut, az összeolvadás, ez a hely azonosságot jelenti, és amikor távolság, az pedig a szétválasztás jelenti, amikor más helyen vagyunk. Azonban a spiritetásban, amely nem foglal el semmilyen helyet, a devekut és szétválás az nem jelenti a hely közösségét vagy távolságát. Mindez azért van, hiszen a spiritetásban semmilyen teret nem foglalunk el, hiszen nincs idő és tér, hanem mi megértjük, hogy a devekut az a forma azonosságot jelenti két spirituális tulajdonság között, és megértjük, hogy a szétválás az pedig a forma különbözőség két spirituális forma között. És ahogy a balta vág és elválaszt egy korporális dolgot kettővé, azáltal, hogy eltávolítja a részeket egymástól, a forma különbözőség ugyanúgy megkülönbözteti a spirituális formákat egymástól, és azokat ketté választja. Olvasunk. Nos, mi ezt tanultuk, ezt látjuk a fizikában is, és a természet törvényen keresztül, hogyha a dolgok azok hasonlóak egymáshoz, akkor közelebb kerülnek egymáshoz. És amikor a mértékben azonosságuk miatt közelebb kerülnek egymáshoz, és ez az ellenkezőjük épp ugyanígy így igaz, tehát hogy minél különbözőbbek, annál távolabb kerülnek egymáshoz. Ez igaz az emberekre, az összes tulajdonságra, kövületi, növényi és állati formában is. Tehát a forma azonosság törvénye a legfontosabb törvény. Azok a dolgok, melyek közel vannak egymáshoz, hasonlók egymáshoz, azok fizikailag, mentálisan is közelebb kerülnek egymáshoz, és épp ellenkezőleg, hogy minél különbözőbbek a tulajdonságaik, ugyanabban a mértékben egyre távolabb kerülnek egymástól, még fizikailag is. A spiritetásban, hiszen ott nem létezik idő, tér vagy mozgás, ez a forma azonosság törvénye, ez teljes mértékében működik, ez nem zavar össze minket. Ebben a világban létezhet két ember, nézzük meg a politikusokat például, hogy mekkora mértékben képesek mosolyogni egymással, meg mint hogyha találkozzanak egymással, szelfiket csinálnak egymásról, de közben tudjuk, hogy mennyire gyűlölik egymást. A spiritetásban pedig ilyen dolog nem létezhet, ilyen nem létezik, hanem ott minden a belső megfelelően történik, nincsen ez a fals külső játék, hanem belsőleg, amekkora mértékben mindkét természet közel van egymáshoz, akkor közelebb kerülnek egymáshoz, és hogyha a természetük az ellentétes, akkor szétválnak. Ez az, ahogy történik a mi világunkban. Mi összezavarodhatunk a fals külsőség miatt, amikor nézzük a fizikai viselkedés, mint hogyha közel lennének, miközben belsőleg teljesen különbözőek, de a spiritetásban csak egyetlen törvény létezik, a forma azonosság törvénye, amely képes két dolgot közelvinni egymáshoz, és a forma különbözőség pedig eltávolítja őket. Tehát, hogyha mi el akarjuk hagyni jellegi állapotunkat, és közelebb akarunk kerülni a teremtő állapotához, azaz, hogy akkor mi belépjünk az adakozás mások szeretetének állapotába, a közös kapcsolatba, értelem feletti hitbe, akkor mi egy teljesen más dimenzióba kerülünk, ahol elkezdjük látni a valóságot a valóságos módon, nem pedig az egónkon keresztül, akkor egy ilyen módon elkezdünk belépni spirituális törvényekbe, amelyek a világunkat irányítják, és akkor behatolunk a felső dimenzióba. Olvasunk tovább.
Hogyha a forma különbözőség közöttük az kevés, egy kicsiny, akkor azt mondjuk, hogy egy kicsit távol vannak egymástól, és hogyha a forma különbözőség az pedig hatalmas, akkor azt mondjuk, hogy ők nagyon messze vannak egymástól. Rav, a hasonlóság, a forma a különbözőség az a tulajdonságokra, gondolatokra, szándékokra vonatkozik. Ezt nevezzük úgy, hogy forma, a teremtmény belső tulajdonságai. Olvasunk tovább. És hogyha ellentétes formát vesznek fel, akkor azt mondjuk, hogy olyan messze vannak egymástól, mint két teljes véglet. Tehát például, amikor két ember gyűlöli egymást, akkor azt mondjuk róluk, hogy ők olyan messze vannak egymástól, mint kelet a nyugattól. És hogyha ők szeretik egymást, akkor pedig azt mondjuk róluk, hogy ők olyanok, mint amelyek össze vannak tapadva, mint hogyha egyetlen testé váltak volna. És ez nem vonatkozik a fizikai közelségükre vagy távolságukra, hanem ez csak is a forma azonosságra vagy a forma különbözőségre utal. Ez azért van, mert amikor az emberek szeretik egymást, akkor forma azonosság jött létre közöttük, mivel az egyik szereti ugyanazt, amit a másik szeret, és pontosan ugyanazt gyűlöli, amit a barátja gyűlöl, és ezáltal összetapadtak egymással, és szeretik egymást, mint hogyha egyetlen testé váltak volna. Azonban, hogyha bármilyen forma különbözőség létezik közöttük, és ez egyik valami olyasmit szeret, amit a barátja gyűlöl, akkor ők gyűlölik egymást, és eltávolodnak egymástól az ő forma különbözőségük mértékében. És hogyha ők ellentétesek, azaz, hogy bármi, amit az egyik szeret, a másik gyűlöl, akkor azt mondjuk róluk, hogy ők olyan messze vannak egymástól, és úgy szét vannak válva egymástól, mint kelet a nyugattól. És akkor azt találjuk, hogy a forma különbözőség a spirituális világban ugyanúgy működik, mint a balta, mely korporális dolgokat szétválaszt. Hasonlóan a távolság mértéke és a szétválás mértéke közöttük csak is a forma különbözőség mértékétől függ. Ugyanígy a közöttük levő devekút összeolvadás mértéke csak is az ő forma azonosságuk mértékétől függ. Rav? Ez a legfontosabb dolog, amit meg kell, hogy értsünk, hogy valóban hogy ez éljen bennünk, mint a legfontosabb vizsgálat, hogy mi nem a külső formát tekintjük, a külső formákat, vagy a világ külső formáját tekintjük, hanem nekünk csak ezt kell megvizsgálnunk, hogy mik a tulajdonságok, amelyeken keresztül a teremtő megtalálható. Mi ez a koncepció, hogy teremtő, vagy spiritualitás, és látnunk kell magunkat, amikor a mértékben képesek vagyunk közelebbé válni, vagy távolabbá válni ezekhez a tulajdonságokhoz képest, vagy sem. És ez az egyetlen dolog, amire oda kell figyelnünk. Csak is erre kell odafigyelnünk. Azaz, mekkora mértékű forma azonosság jön létre, ugyanazok a gondolatok, ugyanazok a vélemények, ugyanazok a cselekedetek, ugyanazok a szándékok, mint a felső erő. És akkor mik a felső erő tulajdonságai? Ezt a Kabbala könyveiből tanuljuk meg. A kabbalisták magyarázzák el nekünk, és ezt kell magunkra vennünk. Oké, van kérdésetek? Akkor kérdezzetek, Benzi. Benzi, mi a különleges a spiritualitással kapcsolatban, ahogy mi formákról beszélünk a korporális világban? Én egy mérnök vagyok, én tanulom, hogy mérnök akarok lenni, és nem azt mondom, hogy egy forma rámöltözött, és nekem hozzá kell tapadnom ez a formához. Tehát mi ez, hogy a spiritualitásban azt kell mondjuk, hogy hozzá kell tapadjunk egy bizonyos formához? Rav, én elmagyarázom neked. A mi világunkban, amikor én egy foglalkozást tanulok, vagy valami művészet tanulok, akkor megtanulom, hogyan vagyok képes megváltoztatni a világot, és soha nem tanulom, hogy hogyan vagyok képes magamat megváltoztatni valamihez képest. Én azt tanulom, hogyan tudok valamit megváltoztatni magamhoz képest. Ez a különbség. Benzi?
A mi tudományaink, folytatja Rav, a mi bölcsességeink, azok mind arról szólnak, hogy hogyan fordítsuk a világot a saját akaratunkhoz, vagy másokat a saját akaratunkhoz, anélkül, hogy mi magunk megváltoznánk. Én elfogadom magamat, mint állandót, én vagyok az állandó pont, valami olyasmit, aminek semmilyen változása nincs szüksége, hiszen az én belső változásom az nagyon nehéz, az kellemetlen, akkor miért kéne nekem magamon dolgozni, amikor képes vagyok másokat megfordítani, kicsavarni a saját akaratomhoz képest. Benzi, mit jelent az, hogy én egy formát magamhoz veszek, vagy magamra veszek egy formát, vagy megragadok egy formát? Rav, én meg akarok változni egy bizonyos standardhoz mérve, egy bizonyos példához mérve meg akarok változni, amit számomra abszolút, én olyanná akarok válni, mint ez az abszolút mértékegység, hogy én megváltozom ehhez a példához képest. Azt mondjuk, hogy például zenét tanulunk, és akkor hallottunk valami nagy zongoristáról, és számomra ez a zongorista a aranymérték. Az ő felüldésem, hogy változzak, ameddig olyan nem válok, mint ez a zongorista. Oké? Tehát itt mi nem arról beszélünk, hogy valami technikai változás, hogy adaptálom a játékomat, vagy hogy hogyan van a kézi munkám, hanem a tulajdonságaim megváltozzanak ehhez a felső példához képest. Oké, Benzi, tehát akkor ezek a példák, tehát én meg akarok változni. Mit jelent az, hogy gyakorlatban, tehát vannak cselekedetek, amiket megszerzek, vagy végzek, vagy megváltozzak? Rav, ezek mind a cselekedeteket, amiket a reformáló fény végez rajtam. Azaz én képtelen vagyok megváltoztatni magamat egyáltalán, hanem olyan cselekedeteket végzek, ami magamra vonja a reformáló fényt, és a fény változtat engem. Igen, tehát ez az a mondat, ami nem gyakorlati, tehát hogy valaki valamit végezöltem, de ki végezöltem bármilyen cselekedetet, vagy műtétet? Mit jelent? Egy különleges erő létezik, mondja Rav, amely oktat engem belsőleg, és megváltoztat engem belülről. Ez új tulajdonságokat ad nekem a belső munkán keresztül, olyan tulajdonságokat, amelyeket én soha nem lettem volna képes megszerezni, vagy egyáltalán tudni ezekről a tulajdonságokról korábban. Én nem is tudom, hogy milyen változásokon megyek keresztül, a fényen keresztül, ezek a tulajdonságok teljesen újak, ezek nem léteznek bennem. Én képtelen vagyok még csak el is képzelni ezeket a tulajdonságokat. Nincsen korábbi példám. A spiritotásban nem létezik ez a zongorista, ez az ideál, ez a standard, amit el kell érjek. Én nem is látom, hogy hova haladok. Nincsen. Én nem tudom, hogy ki ez a teremtő. Oké, jó, akik jót cselekszik, igen, adakozik, de minek mihez képest? Szeretet vagy adakozás, ezek a szavak, ezek igazából semmit nem jelentenek, mert nem tudom őket mihez hasonlítani, hiszen nem létezem abban a dimenzióban. Ezeknek csak egoisztikus definíciói vannak számomra. Oké, tehát mi nem tudjuk meghatározni ezt a teremtőt, hogy valami gyakorlati, nem valami absztrakt, kérdezi Benzi. Oké, kérlek, a gyakorlatban a szeretet és az adakozás tulajdonsága abszolút szeretet, abszolút adakozás. Ez a teremtő, ez gyakorlati számodra? Oké, ha igen, akkor jó, ha nem, akkor én azt mondom neked, hogy nem gyakorlati. Mi először is állandóan végre kell hajtanunk cselekedeteket ebben a világban, a mi körülményeink között, olyan cselekedeteket, amelyek magunkra vonja a reformáló fény, és akkor ez a fény majd fokozatosan megváltoztat minket a teremtőhöz képest, mivel a fény ebből a formából származik, amit úgy nevezünk, hogy a teremtő. Benzi, akkor esetleg még egy tanács. Tehát hogyan lehetünk képesek cselekedeteket végezni, azaz hogyan legyünk aktívabbak ebben? Rav, a kabbalisták leírják nekünk erről, hogyan építsünk egy csoportot, hogyan végezzünk ilyen gyakorlatokat a csoporton belül, hogy ezeken a gyakorlatokon keresztül megkapjuk a képességet, hogy magunkra vonjuk a reformáló fényt. Menjünk tovább. Olvasunk tovább. Mi most a második oszlopban vagyunk, és most akkor megérthetjük már, hogy mennyire igazuk volt a bölcseinknek, amikor ők úgy magyarázták azt a verset, hogy hozzá kell tapadni, hogy az ő tulajdonságához kell tapadjunk, ahogy ő kegyelmes. Mi is kegyelmesé kell váljunk, ahogy ő együttérző, nekünk is együttérzővé kell várnunk. Ők nem tértek el az eredeti szöveg literális értelmétől. Épp ellenkezőleg, ők a szöveget abszolút precízen interpretálták annak értésének megfelelően, hiszen a spirituális összeolvadás az csak úgy képzelhető el, hogy forma azonosság.
vagy tulajdonságok azonossága. Ezáltal, ahogy mi kiegyenlítjük formánkat, tulajdonságainkat a teremtő formájával, vagy tulajdonságaival, ezáltal képesek vagyunk hozzáolvadni. Azaz, Mangyarov, hogyha a mi világunkban, mi el akarunk érni egy bizonyos helyet, mint egy nagy professzorra akarunk válni, akkor tanulnom kell, meg kell töltsem magam mindenfajta bölcsességgel, tudással. Itt ez egy teljesen másfajta kérdés. Nekünk belsőleg kell megváltoznunk, a belső tulajdonságunkat kell megváltoztatnunk, és ez túl van a képességünkön, csak a felső fényképes minket megváltoztatni, meghajtani, és valami mással változtatni, valami olyasmi, valami hasonló a teremtőhöz, ellentétes formából, a mínuszból a plusszá. Hogyan teszi ezt a fény? Mi azt nem tudjuk, és soha nem is tudjuk meg, hogy ez a fény hogyan működik rajtunk. Mi nem tudjuk, hogy mi történik ott, azokon a különlegesen magas szinteken. De még a spirituális állapotokban is, ami történik, én a cselekedeteiden keresztül ismerlek meg téged, a cselekedetekből tanulunk. A teremtő cselekedeteit a saját cselekedeteimen keresztül tanulom meg, amikor olyanná válok, úgy működöm, mint ő, ami bennem vagy körülöttem történik. A teremtő cselekedetei, a fény működik, és akkor ezeken keresztül megértem, hogy mit is tett velem az ő cselekedeteinek eredményeképpen, értem meg. Ennél fogva, mi ezt nem hasonlíthatjuk a kabbala tanulását bármilyen más tanuláshoz. Ez nem egy fizikai, nem egy mentális erőfeszítés, ez nem valami tudás gyűjtése, vagy valami szokások begyűjtése, hanem ez csak is arról szól, hogyan vonjuk magunkra reformáló fényt. Semmi más nem történik, semmi. Ez az egyetlen dolog, amire gondolnom kell, ez egyetlen dolog, amire irányulnom kell, és akkor, ahogy ez a fény, ez befolyásol engem, és megváltoztat engem fokozatosan, apránként, akkor ezekből a változásokból, amelyek megjelennek bennem a fény cselekedeteinek eredményeképpen, akkor ebből képes leszek megérteni, érezni, hogy ki is a teremtő. Második paragrafus, megyünk tovább. Ezért mondták ők azt, hogy ahogy ő kegyelmes, azaz, hogy az ő összes cselekedete az csak arról szól, hogy adakozzon és másoknak hajtson hasznot, és semmilyen formában nem a saját érdekében, hiszen ő neki semmilyen hiányossága nincsen, melynek szüksége lenne beteljesülésre. És ugyanígy neki nincs senki, akitől kaphatna. Hasonlóan a mi összes cselekedeteink arra kell, hogy szolgáljon, hogy adakozunk és másoknak hasznot hajtsunk, ennél fogva. Ezen keresztül kiegyenlítjük formánkat a teremtő tulajdonságával. És ez a spirituális összeolvadás, Devekut Rav. Azaz, hogy a spirituális összeolvadás, ez csak is a tulajdonságok formájának az azonossága, a tulajdonságok azonossága, és amikor én egyre inkább hasonlóvá válok a teremtőz, akkor azt jelenti, hogy közelebb kerülök hozzá. Érzelmi közelség, mentális közelség, a megértés közelsége, az az, hogy mi ebben a kölcsönös megértésben vagyunk a teremtővel. Olvasunk tovább. És megkülönböztetjük az értelem és a szív vizsgálatait ebben a formazonosságban, amikor mi elkötelezzük magunkat a Tórában és a parancsolatokban annak érdekében, hogy elégedettséget adakozzunk a teremtőnknek, ez formazonosság az értelmünkkel, tehát a mitzvaton keresztül, a parancsolatokon keresztül. Mindez azért van, mert a teremtő nem gondol magára egyáltalán, hogy ő egyáltalán létezik, vagy hogy ő figyeli a teremtményeit. Rav, azaz, hogy a teremtőnek egyetlen gondolata nincs saját magára vonatkozólag, azaz, hogy ő csak magán kívül adakozik, úgymond. Olvasunk tovább.
A teremtő nem gondol magára, hogy vajon ő létezik, vagy vajon, hogy ő figyeli el a teremtményeit, vagy hasonló kétségei nincsenek. Hasonlóan az, aki formaazonosságot akar elérni a teremtővel, nem szabad ezekre a dolgokra gondoljon. Rav, azaz, hogy nem szabad, hogy magunkra gondoljunk, hogy én jelen vagyok, vagy nem, hogy én adakozok, vagy sem, hanem én egyszerűen cselekszem magamon kívül, és ennyi, olvasunk tovább, és akkor nyilvánvaló, aki a teremtő, az soha nem gondol ezekre a dolgokra, hiszen nincsen nagyobb forma különbözőség ennél. Ennél fogva, bárki, aki ilyen dolgokra gondol, azaz, hogy én létezem-e, azaz, hogy én mit csinálok, Rav, azaz, hogy én nem gondolhatok magamra, az én saját cselekedeteimre, hogy én hogyan hajtom végre ezeket a cselekedeteket, azaz, hogy én, mintha léteznék én a képben, és nem pedig a többiek léteznek, hanem mindig arra gondolok, hogy én létezem, hogy én csinálok valamit. Ilyen módon, hogyha erre gondolok, hogyha én ezt érzékelem, akkor én leváltam, megint elszakadtam a teremtőtől, hogyha bármiben az én benne vagyok a képben. Hogyha olyanná válok, mint ő, akkor kiléptem az egómból, kiléptem a vágyamból, kiléptem a gondolataimból, teljesen magamon kívül létezem. Olvasunk tovább, akkor természetesen leválunk tőle. Ennél fogva bárki, aki ilyen dolgokra gondol, az nyilvánvalóan levált a teremtőtől, elszakadt tőle, és soha nem képes formaazonosságot elérni vele. És ez az, amit a bölcseink mondtak, hogy tegyük, hogy az összes cselekedetünk csak a teremtő érdekét szolgálja, azaz ez összeolvadás a teremtővel, és soha ne tegyünk semmit, amely nem ezt a célt hajtja előre az összeolvadás fele. Azaz, hogy az összes cselekedetünk az csak is arról szóljon, hogy adakozzunk, és hogy a többieknek hasznot hajtsunk, akár embertársainknak. Rav, azaz, hogy ki kell lépjünk magunkból, magunk fölé kell emelkednünk, és a szívünket, értelmünket a többiekbe kell helyeznünk. Ez a feltétele annak, ahol a személy elkezd közelebb kerülni a teremtőhöz. Ebből, ahogy kilépünk magunkból kívül, és egyszerűen elhagyjuk magunkat. Olvasunk tovább, ebben a pillanatban elérjük az összeolvadást a teremtővel, hiszen az ő összes cselekedete az csak arról szól, hogy adakozzon és másoknak hajtson hasznot. Ugyanígy nekünk is az összes cselekedetünk csak másokért szól, hogy adakozzunk és másoknak hasznot hajtsunk. Ez a teljes devekút összeolvadás. Rav? Azaz, mondja Rav, a teremtő itt a mi állapotunkban adott nekünk egy csodálatos lehetőséget, egy nagyon szintiszta lehetőséget, hogy mi hasonlóvá váljunk hozzá, vagy sem, a mások fele való attitűdönkön keresztül. Hogyha én magamra gondolok, akkor leszakadtam a teremtőtől, akkor elváltam tőle. Hogyha én kilépek magamból, és én a többiek érdekében vagyok, a gondolataimban, vágyaimban, cselekedeteimben, akkor én hasonlóvá válok a teremtőz. Hogyha én a saját jelenlegi kicsiny vágyam fölé emelkedem, akkor kilépek magamból. És akkor kilépek magamból, akkor én a legkisebb formaazonosság szintjére lépek. Hogy még nagyobb formaazonosság szintjét érjek el, akkor a gonosz hajlam növekszik bennem, megint visszazuhanok magamba a csoporton belül cselekedeteken keresztül, a környezet hatására, a tanuláson keresztül. Én állandó harcban vagyok, magamra vonom a reformáló fényt, és akkor ez egy újabb lehetőséget ad nekem, hogy kilépjek magamból, és magam felé emelkedjek, és akkor megint hasonlóvá válok a teremtőz már a második szinten, és akkor megint a felső fény hozzáad az egómhoz egy nagyobb adag a magamhoz való vágyat, megint visszazuhanok a saját szándékomban, a saját magam iránti vágyba, és ismét dolgoznom kell, hogy magamra vonjam a reformáló fényt a csoporton keresztül, és akkor megint kilépek magamból a többiek fele, a teremtő fele, és akkor elérem a formázóságot a teremtővel már a harmadik szinten, és így tovább, a 125 szinten keresztül ez a létre a munkája. Állandóan újabb ego van hozzáadva, megint magamra gondolok, megint a környezettel dolgozok, hogy magamra vonjam a formáló fényt, az megváltoztatja az én belső tulajdonságaimat abból, hogy magamra gondolok ehelyett. Másokra gondolok, azaz, hogy én kilépek magamból, megint a másik fele, és akkor hasonlóvá válik a teremtőhöz. És ez egy ilyen módon 125 szinten megyünk keresztül, ameddig el nem érjük a teljes formaazonosságot a teremtővel. Érthető? Nincs kérdés? Nagyszerű. Olvassunk tovább.
71. oldal. És mi akkor kérdezhetnénk arról, hogy hogyan képes a személy összes cselekedete arról szólni, hogy csak másoknak hagyson hasznot, hiszen a személynek fenn kell tartania magát, és a családját is fenn kell tartania. A válasz erre az, hogy ezek a cselekedetek, amelyeket a személy a szükségszerűségek elérésére tesz, hogy képes legyen túlélni, hogy megkapja saját szükséges szükségleteit, ez a szükséglet se nincs káromolva, se nincs dicsérve. Ez nem tekinthető úgy, hogy a személy valamit saját maga értekében tesz egyáltalán a szükségletek. Bárki, aki bemerül ezeknek a dolgoknak a mélyébe, az nyilvánvalóan meglepődik, hogy mekkora mértékben a személy képet teljes formazonosságot elérni a teremtővel, hogy az összes cselekedetet csak másoknak való adásról szóljon, míg az ember eszenciája szükséglete az állandóan csak arról szól, hogy mit kaphat saját maga számára. Rav? Mi beszéltünk már erről az előző idézetben, hogyha a személy csak a saját szükségleteire gondol, akkor azt nem tekintjük úgy, hogy magának vesz valamit, mint egy szamár, amelyet meg kell etetnünk, hiszen egyébként a szamár meghal. Tehát ezt nem tekintjük megszerzésnek vagy önzőségnek, mert ez csak szükséglet, hogy egyetlen életben maradjunk. Tehát bármi a szándékon múlik, hogyha a szándékom az, hogy elérjem a teremtőt, és nekem van egy hajlamom a teremtő fele állandóan, és én ebben formazonosságot akarok, de ezen keresztül meg kell etessem a szamaramat, hogy ez éljen, akkor az a semmi probléma. Olvassunk tovább. Természetünknél fogva mi képtelenek vagyunk a legkisebb cselekedetet is végezni a mások érdekében. Ez a természetünk, mondja Rav. Olvassunk tovább. Ehelyett, amikor mi másoknak adunk, akkor kényszerítve vagyunk, hogy ezért az adásért valami jutalmat kapjunk, vagy valamit kapjunk cserébe. Hogyha a személy amekkora mértékben nem biztos a jutalomra, nem képes cselekedni, akkor a személy hogyan képes elérni ezt az állapotot, hogy az összes cselekedetet csak adakozásban legyen, és semmit ne legyen saját maga érdekében. Hogyan lehetséges ez? Rav, azaz minél inkább mi megpróbálunk adakozásban lenni, kapcsolatban lenni ezekben a látszólagosan spirituális állapotokban, hogy valamit tegyünk mások érdekében, hogy ahogy ezt a Balaszulam javasolja nekünk, akkor látjuk, hogy mekkora mértékben mi képtelenek vagyunk ezeket a dolgokat végezni, és hogyha képesek vagyunk, akkor a kérdés ez, hogyan, de hogyha mégis ez így van, akkor hogyan tudunk a saját természetünkből kiszakadni, hiszen ezt mondjuk, hogy a természetünk az teljesen csak is a magunk érdekében való megszerzésről szól. Teljesen mindegy, hogy csavarjuk ezt, mi soha nem lehetünk képesek ezt tenni. Akkor mi ennek a vége? Hogyan lehetünk erre képesek? Tehát szükségünk van a reformáló fény segítségére, azaz mi magunk képtelenek vagyunk bármit megváltoztatni magunkban, azaz a saját vágyunkban, a saját értelmünkben, a saját hajlamunkban, a saját érzelmeinkben. Én képtelen vagyok, hogyha tudnám, hogyan csinálom, akkor megmaradnák egoistának, hiszen nekem egy külső erő segítségét kell megkapjam, hogy kiszakadjak magamból. Olvasunk tovább. Valóban én egyezek, hogy ez egy nagyon, egyetértek, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy kilépjünk a természetünkből, mondja Rav. Olvasunk tovább. A személy nem képes megváltoztatni a saját teremtésének természetét, amely csak is arról szól, hogy magamnak kapjak meg mindent. Sokkal kevésbé képes a személy átváltoztatni természetét az egyik végletből a másikba. Azaz, hogy én ne kapjak semmit magam számára, hanem ehelyett én állandóan csak az adakozásba cselekedjek. Rav, azaz a kabbalisták elmagyarázzák nekünk már előre, hogy ne essél kétségbe, mivel képtelen vagy, mivel nem vagy erre képes, mert gyenge vagy, mert buta vagy, nem értesz semmit. Ez nyilvánvaló, ez így van. Ez így lett megtervezve kezdettől fogva. Te egy nulla vagy, te semmire nem vagy képes. És ez ellentétes ezzel a világgal, ahol minden az én cselekedetemen múlik, hogy én hogyan vagyok győződelmes, hős, de a spiritetásban ez semmit nem ér. Hogy én spiritetásban cselekedjek, nekem semmilyen dologban nem kell kitűnővé válnom a korporatásban, nem kell se erő, se bölcsesség, semmit ebben a világban megszoktunk. Olvasunk tovább. Ezért van az, hogy a teremtő megadta nekünk a Tórát és a parancsolatokat, amelyekre parancsolva lettünk, hogy ezt azért tegyük, hogy
hogy elégedettséget adhassunk a Teremtőnek, hogyha ez nem lett volna, hogy mi képesek legyünk a Tórában és a parancsolatokban lisma módján működjünk, hogy elégedettséget adjunk a Teremtőnek azokon keresztül, és hogy közben ne akarjunk semmilyen hasznot hajtani magunk számára, akkor semmilyen taktika nem létezne a világban, mert segíthetne minket, hogy a természetünket átváltoztassuk. Raf, azaz létezik egy megoldás, létezik egy minta, egy kulcs, létezik egy kód, vagy egy kulcs, amelyet képesek vagyunk megtenni, hogy megváltoztassuk magunkat, és ezt úgy nevezik, hogy a Tóra és a parancsolatok. Én nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, én hallottam erről számtalan magyarázatot életem során, nem tudom, hogy mi az, hogy Tóra, nem tudom, mi az, hogy micvot, parancsolatok, de együttesen ez az eszköz, amelyel képes vagyok megváltoztatni az egoisztikus természetemen, és képes vagyok azt a teremtő természetévé átváltoztatni. Én hallottam a Tóra adásáról, a Tóra elfogadásáról, én hallottam mindezeket a neveket korábban, kifejezéseket, de hogy pontosan ezek mit jelentenek, hogy mi ez az eszköz, amelyet úgy nevezünk, hogy Tóra és parancsolatok, amelyel én képes vagyok hasonlóvá válni a teremtőhöz, ezt én nem értem, ezt én nem tudom. Oké. Okay. Na, mit akarsz? Kérdés? Itt van egy pár kérdés. Izraelből kérdezik. Mit jelent az, hogy kilépek magamból? Mire utalunk, hogy kilépek magamból? Hogy kilépjünk az egóból, hogy az egó fölé emelkedjünk, a saját magam gondolatai fölé emelkedjek. Denis Moszkvából, a minikongresszusról. A korporális világban milyen cselekedeteket tehetünk, ami a leghasznosabb, hogy változásokat okozunk a spirituális világban? Csak is az adakozás mások fele, mondja Rev. Semmi más. Csak az adakozás mások fele. Oké? Okay? Az a csoporton keresztül, amikor én adakozom a barátoknak, amikor én megszervezem magamat a barátokkal együtt, hogy én képes legyek adakozni nekik, hogy megadjam nekik a nagyságát, a fontosságát, a célnak, a teremtő fontosságát, a csoport fontosságát. Ugyanebben a mértékben én képes vagyok őket is segíteni, és ez befolyásol engem. Ez a legjobb eszköz, hogy a reformáló fényt magunkra vonzunk. Oké, okay, kérdés. Reformáló fényről, New Yorkból. Tehát igazából mit kell elképzeljünk a reformáló fényel kapcsolatban? Hogyan képzeljük ezt? Miért kéne nekem bármit elképzelnem, mondja Rav. Én. Oké, okay, tehát esetleg képzeljük el. Tehát nekem el kell képzelnem, hogy most én végrehajtok valami cselekedetet, ami magára vonja a reformáló fényt. Esetleg a barátok szeretete mondjuk, vagy a célfontossága, vagy a csoportnagysága, hogy lenullázzuk magunkat egymás fele a csoporton belül, hogy együtt legyünk egyenlőként, egy emberként, egy szívvel, hogy a miből egyé váljunk, hogy felfedezzük az egyen keresztül az adakozás tanulságát mások fel, amit úgy nevezünk, hogy a teremtő. Hogyha én ezeket az erőfeszítéseket teszem, ezekért cselekszem, akkor egy rövid időn belül, hogyha én a helyes erőfeszítésben vagyok állandóan, akkor rövid időn belül akkor én nem tudom, hogy pontosan ami történik, de hirtelen az én az erők bennem megváltoznak. Én elkezdem a világot egy másik szemszögből nézni, egy másik felbontással, és ez a reformáló fény hatásának az eredménye. A reformáló fény önmagában, én nem tudom, hogy mi ez az erő, én csak azt érzem, azt tudom, hogy hirtelen valami megváltozott bennem, az értelmem, az érzelmeim, a gondolkodásom, az attitűdöm, az másképpen kezd működni. Bécsből kérdezik. Tehát milyen közelséghez kell jussunk, mint barátok egymás között? Milyen közelséget kell elérjünk egymás között, mint barátok, mondja Rav? El kell érjünk egy olyan állapotot, hogy spirituálisan szólva mi nem érzünk semmilyen különbséget, nem érzünk semmilyen távolságot, hanem mindannyian egy emberré váltunk egy szívvel. Mindannyian ugyanabban az egyetlen vágyban vagyunk, és amikor a mértékben mi megvizsgáljuk a vágyainkat, mi képesek vagyunk a vágyainkat beirányozni, hogy elérjük a kapcsolatot, elérjük a kapcsolat formáját, és ami megjelenik, az a teremtő formáját adja nekünk. Askalomból kérdezik, mi a különbség a korporális szeretet és a spirituális szeretet között? Oké, okay, majd erről beszélünk később, mondja Rav. Ez most nem a témához tartozik. Később majd. Én most csak a témára vonatkozólag, a szövegre vonatkozólag akaró kérdéseket. Olvasunk tovább. Mi az oldal alján vagyunk, 71. oldal.
hódolaljam. És most már képesek vagyunk megérteni annak igazságát, hogy a Tórában és a parancsolatokban lisma módján vagyunk benne. Hogyha a személy szándéka a Tórában és a parancsolatokban nem arról szól, hogy a teremtőnek adjon hasznot, hanem hogy saját magát számára teszi, akkor nem csak, hogy a megszerzés iránti vágy természete nem változik meg bennem, hanem ehelyett még a bennem levő megszerzés iránti vágy még sokkal nagyobbá válik, mint amit a teremtésünk természeténél fogva kaptunk, még annál is nagyobb lesz. De annak az érdem, aki meg lett jutalmazva az összeolvadásra, ez azt jelenti, mondja Rav, hogyha a személy a Tórát és a parancsolatokat nem annak érdekében használja, hogy elérje a form azonságot a teremtővel, hogy nem azért teszi, hogy ő megváltozzon, hogy ő maga adakozóvá, adóvá váljon, aki szereti a másikat, hogy szeress felebeletetni saját magadat, mivel ez a legnagyobb törvény a Tórának, akkor a Tóra és a parancsolat a méreg vízévé válik az életvize helyett, akkor még rosszabbá válok, még egoistábbá válok, és akkor csak magamra gondolok, és akkor én lenézek mindenkit, és én azt gondolom, hogy én vagyok a leghatalmasabb, én milyen különleges és, és unikum vagyok ebben a világban, és az egész világ hozzám képest semmi. Ez a halál mérge, vagy a halál vize, ez egy nagyon nem vágyott végeredmény, amely abból fokad, hogy nem helyes módon használjuk a Tórát és a parancsolatokat. Azaz mi félre magyarázzuk a Tórát és a parancsolatokat, a Tóra az nem más, mint a reformáló fény, amely azért jön a személyhez, hogy a személy belső gonosz hajlamát korrigálja, ahogy ez írva van, én megteremtettem a gonosz hajlamat és megteremtettem a Tóra fűszerét, hiszen a Tórában levő fény reformál. A Tóra az csak is ezért jön, hogy minket reformáljon, és a valódi Tóra az az a felső erő, amely jön és korrigálja a szemét. És akkor a változások, amelyekén a személy keresztül megy, amit megkap a felső fény hatására, a felső erő, ezek a változások a személyen belül vannak úgy nevezve, hogy végrehajtunk a parancsolatokat, a micvák, azok, amiket a fény bennem végez, átváltozza a gonosz hajlamot a jó hajlamát. Azaz a személy nem hajt végre a parancsolatokat, hanem a fény hajtra végre a parancsolatokat, mert jön és korrigálja a szemét, és akkor a személy, minthogyha tenne valamit, de a fény az, amely cselekszik benne, ezeket a cselekedeteket, amiket a fény végez bennem, nevezzük micvotnak, parancsolatoknak. Azaz a személy az 613 vágyára rendelkezik összességében a megszerzés iránti vágyában, és akkor ebből az következik, hogy a Tórán keresztül a személy belső változásokat kap, mind a 613 vágyában, és ez olyan, mint hogyha megtartaná a 613 parancsolatot, mit szólt. Tehát reménykedjünk, hogy mi helyesen használjuk a Tórát, és hagyjuk, hogy a fény végrehajtsa bennünk ezeket a parancsolatokat, és nem növeljük a gonosz halamunkat, hanem épp ellenkezőleg helyesen használjuk a Tórát, vagy a reformáló fényt, és ezáltal képesek leszünk korrigálni, kezelni, átfordítani a gonosz halamunkat, mint ahogy az írva van, én megteremtettem a gonosz halamot, és megteremtettem a Tórát, mint fűszer, vagy a Tóra fűszerét. Sajnos, ahogy látjuk, nincs éppen elég példát láthatunk, hogy mennyire helytelenül használják a Tórát ebben a világban. Ahelyett, hogy az emberek korrigálnak magukat, még egoistábbá válnak. Ahelyett, hogy közelebb kerüljenek a mások szeretetéhez, ők csak a gyűlöletet érik el másokkal szemben. Olvasunk tovább. De mik az érdemei annak, aki meg lett jutalmazva a teremtővel való összeolvadással? Ezek nincsenek sehol külön kiemelve, kivéve, csak utalva vannak. Rav? Én azt mondanám, hogy lehetetlen interpretálni ezeket az érdemeket, hiszen mi nem tudjuk értelmezni a teremtő tulajdonságot, mi az, hogy adakozás, mi az, hogy szeretet, mi az, hogy kapcsolat, mi ezt nem tudjuk. Mi erről beszélünk ezekről a tulajdonságokról az egoisztikus gondolkodásokon keresztül, ahol most létezünk, csak ezen keresztül látjuk. De amikor az igazságról beszélünk, a valódi spirituális tulajdonságokról, egy valódi szeretetről, kapcsolatról, adakozásról, mi ezt soha nem érzékeltük, soha nem ízleltük.
nem vagyunk képesek kifejezni vagy magyarázni ezeket a szavakat. Tehát nem vagyunk képesek értékelni ezeket az érdemeket arról a szeméről kapcsolatban, aki elért az összeolvadást. Nem tudjuk ezeket az embereket értelmezni vagy megvizsgálni. Lehetetlen elképzelni ezeket a tulajdonságokat egón keresztül. Mégis, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat az eszémben, nekem egy kicsit meg kell mutatnom, amikor a mértékben ez szükséges. Én elmagyarázom nektek ezt egy allegóriával, mondja Balasulam. Raf, nos, erről beszélhetünk, mint egy allegóriáról, mondja Raf. Balasulam, az olvasunk, a test és a szervei egyek. Az egész test gondolatokat és érzelmeket küld az összes szerven keresztül, mindegyikkel tudatva. Például, hogyha az egész test arra gondol, hogy egy bizonyos szervnek szolgálnia kell a testet, akkor az a testrész azonnal megérti ezt a gondolatot, és azonnal nyújtja a vágyot, élvezetet a test számára. Ugyanígy, hogyha egy testrész arra gondol, és azt érzi, hogy az a hely, ahol van az keskeny, azaz, hogy fájdalma van, akkor a test azonnal megismeri ezt a gondolatot és érzést, és azt a testrészt egy kényelmesebb helyre helyezi, azaz megszünteti fájdalmát. Azonban, hogyha az egyik testrész az le lesz vágva a testről, szét van választva, akkor két különálló egységé válnak, és akkor a test többi része már nem ismeri a levált testrész vágyait, szükségleteit, és a levált testrész már nem ismeri többé a test gondolatait, és nem képes azt szolgálni, annak élvezetet okozni. De hogyha egy orvos, egy sebész jön, és ismét összekapcsolja, összevarja a korábban levált testrészt a testtel, akkor a testrész ismét megismeri és tudja a test többi részének szükségleteit, és a test többi része is ismét megismeri ennek a testrésznek a gondolatait és szükségleteit. Ennek az allegóriának megfelelően képesek vagyunk megérteni annak érdemét, aki meg lett jutalmazva a teremtővel való összeolvadással. Én már bemutattam nektek a Zohár könyvének bevezetőjében, hogy a lélek az egy olyan ragyogás, mely a teremtő eszenciából ered. Ez a illumináció, ez le lett választva a teremtőtől, mivel a teremtő ebbe beleöltöztette a megszerzés iránti vágyat. Mindez azért van, mivel a teremtés alap gondolata, hogy ő jót cselekedjen teremtményeivel, az minden egyes lélekben létrehozott egy élvezet iránti vágyat. Azaz ez a forma, a megszerzés iránti vágy formája leválasztotta ezt az illuminációt eszenciájáról, és ezt átváltoztatta egy különálló részé, amely levált a teremtőről. Prav, azaz mindez azt jelenti, hogy kezdettől fogva egyetlen lélek létezett, egyetlen lélek lett teremtve, és nem létezik más, mint ez az egyetlen lélek, de mégis, hogy a teremtmény képes legyen megkapni a lehetőséget, hogy saját erejéből eléri a teremtő tulajdonságát, hogy először is egy különálló egységé váljon a teremtőn kívül, de hogy mindezeken keresztül mégis később azonossá váljon vele, egy különleges korrupció törés lett a lélekbe helyezve, és ahelyett, hogy adakozási iránti vágya lenne mások fele, kapott egy új tulajdonságot, a saját maga iránti megszerzés tulajdonságát, vágyát. És akkor az összes fény, amely korábban benne létezett, az látszólag elillant, vagy eltűnt, azaz, mint hogyha ki lett volna kapcsolva, és mind azok a részek, melyek benne voltak foglaltatva ebben az egységes lélekben, mely az a Malchut de Ein Sof összes vágyát jelenti, azok mind elvesztek, elvesztették a közöttük levő kapcsolatot, mint hogyha szétszakadtak, szétszóródtak volna. Ezt nevezzük úgy, hogy egyetlen közös lélek keresztül ment egy törésen, vagy egy bűnön. És az a fény, amely korábban megtöltötte, az most már az ego ereje által van felhasználva, tehát a fény sötétségé vált, úgymond. És mi arra vagyunk kötelezve, hogy végrehajtsuk ezt a korrekciót, azaz, hogy visszahozzuk, mint egy jó sebész, a lélek funkcióját, hogy ismét hasonlóvá váljon a teremtő, azáltal, hogy a szétvágott szervrészeket, testrészeket ismét összevarjuk. Kérdés?
Menashe Zichronból kérdezi, hogy vajon a fény közvetlenül működik rajtam, vagy csak a csoporton keresztül? Rav, a fény nem működik, a fény nem a csoporton keresztül, nem közvetlenül, hanem csak is a forma azonosságon keresztül működik. Nos, most akkor gondolkodhatsz ezen magad is, hogy hogyan lehetek képes én ebben a világban elérni bármilyen fokú forma azonosságot a fénnyel. Adjál nekem egy példát, egy jó példát, hogy lehetünk erre képesek ebben a világban, és használjuk fel ezt a példát. Tehát csak a forma azonosságon keresztül vagyunk képesek a fény magunkra vonni. Tehát az összes dologból, amit ebben a világban látunk, bármilyen ebben a világban létezik, amikor mi elkezdjük megvizsgálni az állapotokat, egyetlen lehetőséget érünk csak el, amely az emberek közössége, amelyek összegyűlnek, mert megkaptak egy felébresztést a Teremtőtől, hogy megkapták ezt a szívbontató pontot, amelyen keresztül el akarják érni a közösséget a Teremtőhöz, fel akarják fedni a Teremtőt, és ezek az emberek egymás között kölcsönösen elkezdenek lenullázni magukat egymás felé, kölcsönös lenullázáson keresztül megpróbálnak összekapcsolódni, összeolvadni, összetapadni egymással, hogy hasonlóvá váljanak egymáshoz, hogy forma azonosságban legyenek, hogy lenullázzák magukat, ahogy ezt a rabas írja az összes szociális cikkeiben, a 20-30 cikkben, hogy a rabas írja, hogyha mi egy ilyen módon viselkedünk, hogy ez a célunk, ez a szándékunk, a közös szándékunk, akkor mi magunkat hasonlóvá tesszük a fényhez, legalábbis egy bizonyos mértékben, még korporálisan is játszva ezt a játékot, még akkor is, hogyha látszólag hasonlóvá válunk a Teremtőhöz, ennek ellenére még ez a látszólagos hasonlóság is elégséges, hogy a felső fény elkezdjen működni rajtunk. A körbevevő fény távolról úgymond ránk derengve, ránk ragyogva távolról. Nincs más módja, nincs más eszköze, nincs más formája, sablonja, hogy elérjük a forma azonosságot a fényjel, ha csak nem egy barátok csoportja, mely forma azonosságban ül egymással úgymond körben, a rabás törvényének megfelelően a Tórával foglalkozva. Nyetro Petrovszból kérdés, Igor, hogyan mérhetünk bármilyen korrekciót, hogyan mérhetünk le bármilyen változást? Rav, én képtelen vagyok bármit lemérni, hiszen én nem vagyok még azon a szinten, ahol képes lennék lemérni valamit a sores Alef Bet Gimel Adalet Aviutnak megfelelően, vagy a Resimónak megfelelően, vagy a fényeknek megfelelően, még nincsen mérőeszközünk, hiszen még nem jelenik meg valami a Gágat Venáimban, vagy a Katnut ideje, vagy a Gadlut ideje, ez majd később jön. Ebben a pillanatban meg hiányoznak számunkra a mérőeszközök, a mérés képessége. Én csak azt érzem, azt érzékelem, hogy időről időre az én érzékelésem, az én attitűdöm megváltozik, hogy ezt érzékelem. És ahogy korábban én a világot egy bizonyos ponton érzékeltem, hirtelen egy teljesen úgy érzékelés jelenik meg bennem, és egy pár hét eltelik, egy pár hónap eltelik, és hirtelen egy újabb belső kattanás, és én érzem, hogy a világot megint másképpen tekintem, mint hogyha új szemmel nézem a világot. Többet érzek, többet értek, én már képes vagyok összekapcsolni a különböző jelenségeket egy rendszerre kapcsolva. Ez mind a felső fény eredménye. Most Los Angelesből azt mondja, az egyetlen példa, amely a felsőről, az a Rav. Tehát akkor a Ravról vegyünk példát, hogy a Rav hogyan irányít minket? Nem, mondja Rav, nem. Milyen példát adhatnék én nektek? Még akkor is, hogyha nem én, ami ki vagyok én, de még hogyha akár Mózes itt ülne előttetek, akkor sem lennétek képesek példát venni Mózesről, hiszen mindjárt a saját hibáinkon keresztül tekintünk minden, akkor csak a saját szemünkön keresztül néznénk a Mózest is, csak szídnánk, mint annak idején a sivatagban. Milyen példát vehetnénk róla? Ez lehetetlen. Lehetetlen bármilyen példát venni valami felsőről a saját jellegi állapotunkban. Az emberek megpróbálnak elmenekülni a helyes kezeléstől, csak is amikor bizonyos cselekedeteket végzünk a csoporton belül, a barátokkal a csoportból, akkor vagyunk képesek a reformáló fényt magunkra vonzani. És hogyan válhatunk hasonlóvá Rafhoz? Milyen módon? Mit látunk a Rafban? Milyen módon lehetünk hasonlóak hozzá?
Én biztos vagyok benne, hogy ez a Bála Szulámon sem volt nyilvánvaló, akik Bála Szulám körül voltak külsőleg, vagy a Rabas valami különlegesnek tűnt volna kívülről, de hogy is épp ellenkezőleg, úgymond egy kicsit frivolos volt, szerette a vicceket, Rabas mindig viccelkedett, meg eltréfálta a dolgokat, kívülről nem látszik rajta, de hol van a Tóra tisztelet, az a nagy komolyság, hogy úgymond milyen szolid lett volna, de hogy is csak szaladgált mindenhova, ugye őt úgy nevezték, hogy a szaladó rabbi, mindenfajta surlódásokba ment bele, de hogy is. Ez lehetetlen, mi állandóan csak a saját szemünkkel látunk mindent, a saját egónk torzításán keresztül, ennél fogva semmit nem láttunk volna se a Rabason, se a Bála Szulámon, se a Mózesen. Oké, tehát most se folytatja, hogyan használjuk fel a Yeshivat Havarimet, ami mindjárt kezdődik, az egész globális Yeshivat Havarimet, hogy beugorjunk a közöttünk levő kapcsolatba. Ez már valami más, mondja Raf. Hogyha mi le akarjuk nullázni magunkat, minden egyes személy lenullázza magát a barátok közössége, barátok gyülekezete felé, az már egy jó erőfeszítés, az, amit meg kell tennünk, tehát próbáljuk meg, kérem, hogy próbáltok meg, és nézzétek, hogy ez mennyire hasznos, hogy ez hasznos tesz, hogyha mindannyian együtt végrehajtjuk mindezt, amit a Rabas mondott, akkor eljön nekünk ez a fény, és sok szerencsét, mondja Rav. Tehát legközelebb mi miből kezdünk? Mi ebből az allegóriából kezdünk majd, esetleg egy paragrafus előtte. Sok szerencsét, barátok, mondja Rav. És most dal. És dal. És utána Yeshivat. אתה מביט אל תוך מראה בחלקים של נשמתך אם תשנה את האדם תשנה את העולם תשנה את העולם שלך אם תשנה את האדם תשנה את העולם תשנה את העולם שבך אני וגם השיר בך האדם הוא עולם קטן את זה הטבע לך נתן אם תשנה את האדם תשנה את העולם תשנה את העולם שלך אם תשנה את האדם תשנה את העולם תשנה את העולם שבך תשנה את העולם שלך אם תשנה את האדם תשנה את העולם תשנה את העולם